75 az egyébként is, tehát Székesfehérvár tekintetében, ahogy már beszéltünk az imént, hogy kezdett kilábolni a poros mezőváros jellegből, tehát köszönhetően önöknek, azért már láttunk fejlődést. 75-ben én is már tinédzser voltam, azért láttuk, hogy mi minden történik Fehérváron, és ebből a szempontból nyilván fontos volt az önök szerepe is. Mert hogy a vendéglátás akkor, ha jól emlékszünk, akkor nem volt más, mint egy Kiskulacs, egy Ősfehérvár, egy Stopp-étterem, a Velence és a Beles. Talán a Stopp nem is régen, mert a Stopp akkoriban épült, mert igen, a régi Stopp, ugye a Békepresszó volt, ami még a régi... Tehát így a belvárosra gondolok. Igen. De csak, meg a, és a Hági azért. Az és a Hági így van. Hát igen, és utána kezdett fejlődni, és mondom, hogy a diákétkeztetést teljesen átvettük. Na és 75 több szempontból is nagyon emlékezett számomra. Úgyhogy ott töltöttük, nem akarjuk egy külön történet, hogy milyen jó, remekül éreztük magunkat. 74 karácsony, az egy egészen rendkívüli volt. Azt még pár szóval azért mondom el, mert nem mindennapi. Ugye hozzám tartozott a dekorációs részleg is. Hát az összes éttermet karácsonyra, szilveszterre, bálokra fel kell díszíteni. Hát ez természetes, hogy lampiontól kezdve minden díszítés volt, szerpentintől kezdve, és pontosan a dekoratők nem tudták kiszámítani, hogy melyik. Ami megmaradt nekik, abból Ricsiák mindig szerették a Ricsiának, a dekoratőr lányok, és karácsony hoztak neki, ajándékba adtak mindig ilyen maradékokat. Hát a karácsony azért volt emlékezetes, mert szerette volna a Ricsiának szép fát állítani. A panelházba elég nehez szörvű legyen 3 méteres fát. Még nem is nagyon voltak ilyen 3 méteres kisfák voltak. Én nekem viszont az építkezéssel kapcsolatban jó kapcsolatom lett a erdészettel Bakoncsernyén. Hát gondoltam magamba, kimegyek, veszek én ott az erdő, adnak én nekem, amit tudok venni az erdészettől. Kiválasztunk egy karácsonyi fát, amit hát meg tudom vele lepni a fiamat. Tessék, a kiskodával kimentem Bakoncsernyére fáért. Választottunk egy szép fát, míg aztán fel akartam rakni, akkor döbbentem rá, hát jó Isten, hát hogy viszem ezt haza? A végén nem volt más megoldás, mint ketté vágtam, de úgy vágtam ketté, hogy séhesen, tehát nem derékszögben, hanem séhesen, mert gondoltam, hogy bilincsekkel majd valahogy megpróbálom, sőt a feltetőtartón elhoztam a fát. De az, ugye az otthon azért összerakni, elég nagy munka volt, de a végén olyan szépen sikerült, hogy egyáltalán el voltak, mert a vördítettük, észre se lehetett venni, csak a fél szobát, a nappalit, hogy így mondja, az volt a nagy szobánk, beterítette a fa. Hát el lehet képzelni, hogy a közepe ki volt vágva, csak a tetej volt. Meg az alja, meg össze volt bilincselve. Mi az alattó, vannak ezek a bilincsek, azok összefutam. Azok össze. Igen. És hát, gyönyörű szép karácsonyunk volt, ezt mondom, hogy aztán meglátták a sogorom, hát jöttek, hát nem tudták elképzelni, hogy hoztátok ezt ide be? És akkor mondom neki, te jó, és ez teleszkópos karácsonyfa, és elkezd hoskat fogták a nevetésről, hogy ilyen teleszkópos karácsony, hát úgyse láttak még. Hát ez volt a karácsony, persze, a könyvben van is kép egyébként róla. Aztán utána jött a szilveszter. A szilveszterre meg ugye, mint említettem, igen. Jaj, Isten, nagyon múlik ez ő. Szilveszterre még ebből a sok ajándékból, éttermi báli díszítésből, mire hazamentem, hát a Zsuzsi, meg a Ricsi, ma akkor Ricsi 4 éves volt, kidíszítették a nappalit. Hát, tiszta állarc volt, meg lampion volt, meg elképzelhető, mint egy ilyen bált csináltak. Hát remek hangulat volt, nagyon jól éreztük magunkat. Hát azért mondtam, mert ez volt egy
Az életem egy 75-ös év, egy nagyon szomorú. 74-ben meghalt édesanyám, 74 májusban, 75-ben, tessék képzelni, szeptemberben hazamink a nyaralásból, Zsuzsi mondja, hogy csomót érez a mellébe. Elmentem, megvizsgálták, és mellrákja volt. Mellrákja lett. Hát attól kezdve aztán kezdődött másik szomorú 5 év. 69-ször 74-ig szegény édesanyám volt, fekvőbeteg, agyvérzéssel, 75-től pedig a Zsuzsi, és sok-sok probléma mellett, nem akarok el kitérni, mindenki tudja, mit jelent egy rákos beteg, 80-ban halt meg. Hát ez elég szomorú emlék közben. Igen, hát az egy új időszak kellett, hogy kezdődjék az életedbe. Miként vészelte át a fia? Mert hiszen ilyenkor hát, az édesapjának kell lelket önteni belé. Hát tessék elképzelni. Igaz, hogy én a Ricsi nélkül egy lépést nem tettem sehova. Reggel együtt mentünk el iskolába, a Petőfi iskolába járt, ott volt a vállalati központunk is. Beosztottam az idejét, mikor a tanítás, 7 órakor végeztem a tanítása, ő a külön órákról akkor írt haza. És olyan, soha semmi problémám nem volt vele, pontosan járt németre, angolra, biológiára, fizikára, külön órákra. Ez az, amíg ő általános iskolás és középiskolás volt, még leemérettségizett. Büszkén mondhatom, hogy még ezt egyetlen elmondom, és már akkor féltem már, mikor általános iskolás lett, akkor már az édesanyja rákos volt. Mondom, mi lesz akkor, ha én is megbetegszem? Tehát igyekeztem minél előbb beiratni az iskolába. Szeptember 4-én született, nem akarták fölvenni. Hogy igen, mert hogy elvileg 31-ig után. Hát elvileg évvesztes volt. Igen, lett volna. De attól féltem, hogy nem szabad egy évet csak kihagyni, mert lehet, hogy egyedül marad, akkor mit fog csinálni. És vittem az óvodából igazolást, rábeszéltem, egy lépcsőházban laktunk a Petőfi igazgatójával. És a helyettese, Terikkel már nem is tudom a vezeték nevét, a helyettes intézte a felvételiket, nagy nehezen felvette. Úgyhogy időbe, tehát 70, tehát még nem volt 6 éves a Ricsi, amikor elkezdte az általános iskolát. És azt tudom mondani, hogy végig kitűnő tanuló volt. Általánosban is, gimnáziumban is. A külön órákról beszélt, ugye azt tudjuk, hogy az ön fia, tehát ifjabb Schwab Richard egy neves gasztroenterológus, hiszen aki fölmegy a honlapra adott esetben, az folyamatosan látja jószerivel valamennyi televízióban szerepel szakértőként, másik oldalról pedig egyébként tehát különböző szakmai folyóiratokban is jelentkezik. Tehát ideje korán kiderült, hogy ő orvos lesz, hiszen elég mondta korán. Itt a külön órákról elég beszélt. Korán. Hát ott a már gimnáziumban volt a... Igen. Tehát nyelveket már elkezdte az általános iskolába, először németet, később az angolt is, és szerencsére olyan jól tanult, hogy minden további nélkül tudta ezt csinálni. Később, mikor már gimnáziumba került, akkor egyre, vagy édesanyja akkor már sajnos meghalt. Az házi orvosa, a Domahidi név volt, egy nagyon, a Rizsnyák jó barátnője volt, szomszéd lépcsőházban lakott, tehát rendszeresen jött hozzánk, és látta, hogy milyen belelátott egy kicsit az orvosi munkába, és akkor elhatározta, hogy orvos lesz. Mit kezded édesapa, aki ennyire szereti a fiát, akivel minden másodpercét megosztotta, és megosztja, akkor, ha a fiú elmegy, 18-19 esztendősen az egyetem. Azért még hadd menjek egy pillanatra a gimnáziumra vissza. Ott tört, hát az volt, amikor elbúcsúztunk a általános iskolától, meg kell mondanom, hogy nagyon jó helyre került. Remek tanító néni voltak, és már lettem egy kitűnő is volt, úgyhogy a felvételre, én megbesz Hári Felét jól ismertem, nem tudom, tetszik-e Hári. Feli jó barátom volt,
megbeszéltem Nézfejét, ilyen, ilyen bizonyítványa van, hát föl van véve, mondta el, ma intézve. És mi az Isten, jön hozzá nekem júniusban, Ricsi vagy, június végén, és újságú nekem, hogy kereskedelmi iskolába fölvették őt. Hát miért az agyamba szökkent, hát hogy ez, nem oda mész, te gimnáziumba mész. Hát miért a kereskedelmi kap felvételit? Hát berontam a Hári Feri, szegény Feri, nem győzött, hogy mondjam, nem mondom, de hát jobban voltunk, csak ezért merem ezt mondani. De szólt a titkárnőnek, hogy hozza be a felvételéket, és mutatta itt a fiát, föl van véve. Csak azért akartam elmondani, hogy elég, hogy mondjam, oda figyeltem, hogy mi lesz a gyerekkel. De és akkor fölvették a gimnáziumban is, végig kitűnő volt azt mondani, és egy én elsőbe, ezt még hadd mondjam el, mert szívem nagyon közel álló történet. Biztos kevesen tudják, meg nem is emlékeznek, a többi has, mert ott nagyon sokan mentek az osztályába is, a József Attilába, egy osztályba, úgyhogy a Petőfiből szinte volt egy kis csapat, egy jó barát volt később, meg az egész osztályon nagyon jóban volt, én így tudom. És akkor jön egyszer haza, elsős volt Ricsi, hogy képzelj, milyen, mi történt az iskolában, majd gimnáziumban. Azt mondja, Csurdini osztályfőnöknő föltette a kérdést mindenkinek, hogy mindenki mondja el, hogyha bajba kerülne, kihez menne segítségül. És mit gondolsz? Az Ákfalvi Anikó, akivel már együtt jártak a Petőfibe is, és ugye mondtam mindig együtt öntetni, ha gyerekek mentek kirándulni, én mentem velük, ha más nem, én biztos mentem. Kerékpárral mentek, nem mertem őket, 5-6-an jöttek, és én mind kocsival kísértem őket, ha valamelyiknek baja lenne, fölvegyem a kerékpárját, elrendezem, nehogy, meg láttam, hogy egyáltalán, hogy is mi van velük, ami nem hagytam őket külön. És ez rendszeres volt, hogy akárhova mentek kirándulni gyerek, én mindig mentem velük. És minden az Anikó meséli, hogy azt vázolta ő a Ricsi apukájához. Nem csodálom, hogy erre érzékenyült. Azért ez egy férfi embernek mindenképpen megerősítés. Egyik oldalról nehéz körülmények között ugye felnevelt Ricsit. Ráadásul olyan ember lett belőle, akire büszke lehet egyik. Általános iskolásként, középiskolásként, orvosegyetemistaként. De az, hogy egy lány, egy osztálytárs, egy kívülálló, ha úgy tetszik, ezt észreveszi, azért ez sokszoros megerősítés, ugye? Hát mondtam is, hogy életem egyik legnagyobb dicsérete volt. Hát az kétségtelen, az Anikó valami jobban volt, de az édesapjával is, hát Miska volt a főiskolának az igazgatója. Az édesanyja a József Attilába tanárnő. Hát én mind a kettővel baráti kapcsolatban voltam. Ettől függetlenül nagyon jól esett az elismerés. Hát szóval ezt tehet mehetről, és illetve a gimnázium, bocsánat, a gimnáziumról, és a gimnáziumban is, tehát jól, mikor eljött az érettségi ideje, ugye a felvételi olyan szerencsénk volt, ez 89-ben volt, és 89-ben már másfele felszerek fújtak, már nem a pártagskörkárság. Igen, hát a rendszerváltás hajnala volt. Igen, az volt, hogy aki milyen eredménnyel, mint eredménye megy az egyetemre, és a felvételei hogy sikerül, annak alapján veszik föl. Tehát nem az, hogy most ki, milyen gyerek, vagy ki, milyen portrét. Akinek jó volt az eredménye, azt fölvették, akinek lehetett akármilyen, vagy legalábbis elvileg. Hát a József Attilából vitte a maximális pontszámot, és nagy izgalommal figyeltük, a Nagyvárad téren ott volt a felvételi. Ott izgultunk elég sokan a szülők, jött ki a Ricsi maximális pontszámmal. Persze fölvették. Úgyhogy egyből fölvették az egyetemen, nem véletlenül jártak már középiskolába is, a biológiára is, fizikára. Bevallom, akkor én hajlottam volna arra, mondtam neki, hogy nem volna jó, hogyha nem orvosnak, mert nem közgazdásznak. Akkor már lehetett látni, hogy ez a közgazdás, hogy mondjam, a világ, könnyebb, ugye, vége a KGST-nek. Igen. És hát azt mondja, hogy képzeled, hát most én erre készültem,
3-4 éve már, ezzel külön órákat jártam. Hát én matematikában nem vagyok olyan jó, mint az, aki külön órákra járt. Most kezdek, menjek be egy olyanba, és ezért meg én egyébként is orvos szeretnék lenni. Hát nem iratkoztam bele, ha az akart lenni, hát akkor legyél orvos. És így lett aztán tulajdonképpen úgy orvos, hogy a 5. évet Angliába, 6. évet meg Bécsbe végezte. Úgyhogy tudja a nyelv ismeretét, hogy mondjam. Mit hozott az idősebb Schwab Richardnak a rendszerváltás? Ez egy különös időszak volt mindenféle értelemben, mindenkinek. Hát, kitágult a világ, egyik oldalról viszont akkoriban a túlzott optimizmus jellemezte ugyanaz embereket, hiszen nagyon kevesen gondoltak arra, hogy nem olyan nagyon egyszerű ez az egész történet, hiszen amikor Szűrös Mátyás kimondta, amit ki kellett mondania, az egy dolog. A másik dolog a hétköznap, hogy abból hogyan lehet felépíteni egy olyan világot, amit akkor még csak elképzelni mertünk. Hát itt talán, igen, hát kicsit átugrunk el, menjünk, mert nagyon meg vagyunk késve. Hát annyit talán mondanék, hogy nyugdíjasként a Stopból mentem nyugdíjba. Másik összeütközésem, vagy egy komoly összeütközésem a Vásárhelyivel akkor volt, 84-ben, amikor hozzám tartott a központi raktár, ott szinte egy italozó társaság volt, leltárhiányuk lett, és engem akart felelőssé vonni a Vásárhely azért, hogy miért nem ellenőriztem jobban le azt az ember, aki ő tett oda, nagy pártag volt, és szinte lavíroznom kellett, akkor már nem is igazgató, kereskedelmi igazgató helyettes voltam, hanem főosztályvezető. Tehát szinte lehetetlen feladat elé állítottak, és egy alkalommal Jenes Bélával, biztos nem tetszik Jenes Béla, a nővérével együtt dolgoztam még vendéglátónál. Tudtam, hogy nagyon becsületes, rendes család, és a Béla nekem említette, hogy nem szíves, hogy nincs a jó helye, szívesen jönne hozzánk raktárvezetőnek. Hát én bementem a vásár, boldogan örültem ennek, hogy végre meg lesz oldva ez a téma. Bementem a vásárhelyhez, hát amit én kaptam ezért. Hogy gondolom én, elég ő közöttük egy kulák és kapitalista, ez volt 84-ben. Egy kapitalista is, meg egy kulák is. Én egy is sok, nemhogy még ide akarsz hozni még, mert ő valóban osztályidegen volt szintén. Hát szóval így egy komoly összeütközésünk volt a Vásárhelyivel, aminek az lett a következmény, hogy decemberben közölte velem, megszüntették a vendéglátóhőosztályt, engem akartak kikolyózni. És van fölállítva két lehetőséget, vagy elvállom a Stopp étteremnek a vezetését, abban az esetben nem nyúl hozzá a fizetésemhez, meg majd a fizetésem, és ha jól teljesít az üzlet, de akkor le volt robbanva rendesen a Stopp, azt kell mondanom, úgyhogy tudta, hogy olyanra számított, hogy nem lesz ott úgyse plusz még melléges, vagy ha fölállt a 7-es bisztrót az autópályánál, de ott az már fél gebines elszámolás üzlet volt, ott viszont a fizetését leviszi 50%-kal felére. Hát ez volt nyugdíjazásra 5-1/2 évvel. Igen. Hát tessék elképzelni, a feleségem, amikor hazamentem, azon mondta, mondj föl, és fölmegyünk Pestre. No, nem úgy van másfél évvel a nyugdíj előtt. Hát ha ezelőtt 4-5 évvel mehettem volna, nem beszéltünk, mert nem került el a sor, engem hívtak, de mehettem volna a délbudai vendéglátónak igazgató helyettesnek. A Sándor Laci, az igazgató jó barátom volt, és hívott föl. Most nem akarom részezni, mert úgyis külön téma van. Szóval a családi hely, akkor Ricsi az iskolája miatt, meg nem volt nekem lakásom Pestre, hova mentem volna bejárni Pestről, így Fehérvárról Pestre nem lehet, hát szóval nem váltam el. És akkor még igazgató helyettes voltam itt Fehérváron is. Szóval a lényeg az, hogy Pestre viszont már tudtam, hogy másfél, ugye megérdeklődtem Pestre, megmondtam, beszéltem, hogy másfél éve van vissza, hát komoly beosztásban meg fizetést akkor, amely fizetésem igen volt, hát logikus dolog, hogy nem tudnak adni. Így a Stoppot választottam, bár anyagilag, nyugdíjazásomig, mert hogy mi lesz még,
84-ben az ember nem tudta, hogy 89-ben mi lesz. Világos, senki persze. Nem is gondolt ilyenre. Hát aki akkor élt, azzal tiszta van. És nem akarta elveszteni a egész éle 30 év alatt elért fizetésre, az utolsó 5 év számított be a nyugdíjba. Tehát ha én most másfél évvel elmegyek fele fizetésért, hát akkor a nyugdíjammal nagyon rosszul járok. Na, de a stopot választottam emiatt, és onnan mentem nyugdíjba. Nyugdíj után felállották, ha van kedvem nyugdíjasként dolgozni, akkor lett kész a Kelemen Béla úti általános iskolának az épülete. Külön konyhája volt, egy 600 fős konyhája van. Ha akarom, oda mehetek. Hát gondoltam magamba, délután 4-től szabad vagyok. Szombat, vasárnap szabad vagyok. Nyáron szabad vagyok. Hát akkor csak elvállom, mert azért egy kis nyugdíjkiegészítésre mindenképpen jól jön, és egy 600 fős konyhát nekem, hát ez egyszerű dolognak tűnt az egész. Így lettem aztán először a stopnak a vezetője, a stopot úgy fölvittem, most nem akarom részletezni, diszkóval, rendezvényekkel, még olyan cigány lakodalmat is elmertem válni, hogy a fél Dunántúl odajött. Megbeszéltem az örömapával, én rendben elvárom, de itt egy kanál, egy villa nem tűnhet el. És tessék el, így nem tűnt el. Remekül érezték magunkat, és semmi problémám nem volt. Akkor már az utána több, még azt is csináltunk, ugye ennek ide elment, több rendezvényt. A lényeg az, hogy úgy fölment, vittem a stopnak a forgalmát, hogy akkor 90 ezer forint nagyon nagy pénz volt. Nem is akarták kifizetni. Mikor még kijött az év, ugye az eredmény, a megbízás alapján kiszámolt prémium, vagy bónuszom, vagy mint aminek nevezzük, elérte a 90 ezer forintot. Úgyhogy megkapta azért a különbözetet akkor, mert azért kifizették, csak kifizették. És így kerültem aztán a Kelemen Béla úti iskolához. Ahol viszont már tudtam azt, hogy pedagógus, elég sokáig voltam, 25 évig tanítottam. Ott engem befogadtak szinte, kollégának tekintettek. Mindent úgy csináltam, hogy ők kérték, tehát azt tudom mondani, hogy legnagyobb harmóniában voltam a tanárokkal, gyerekek az iskola vezetéssel. Jött a június, hogy jön a leltár, ugye záró leltár, mert nyáron nem üzemelünk. Közli velem a személyzeti vezető, hogy de mindjárt átadó leltár is lesz, mert megköszönjük a közreműködésemet. Mikor már egy új üzletet bevezettem, betanítottam az embereket, betanítottam, ami nem volt nehéz, mert jó rendes társaságot kaptam szerencsére. Úgyhogy így kerültem a vendéglátótól. Ez egy nagyon magyaros történet. Így a végére. Na, hogy ezért és akkor el akartam mondani, hogy de, most. De mi még inkább, hiszen most, ha nem tévedek, akkor belevágunk a húsiparba. Igen, hát ugye ez volt júniusban, a nyarat aligán töltöttük, szabadságban, tehát nyugdíjas könnyen mentem szabadságra. A feleségem is már akkor nyugdíjas lett, úgyhogy nem, ő még nem lett nyugdíjas, csak mint tanár, mert ő tanárnő. Pesti Kossuthzsába tanított, előtt a Nyíregyházi Zrínyi Ilonában volt tanárnő. Később főtt Pestre, és ott lett, de arról még nem beszéltünk, még el is várt, 74, hát még messze, most 80-as éveben majd adottunk. Na szóval a lényeg az, hogy mielőtt nyugdíjba mentem, azért pár szóval ezért majdnem, még nem néztem bele a jegyzetembe. Akkor jöjjön megint egy legendás történet, hiszen ha valaki elveszíti lelke jobbik felét, kell néhány esztendő, szinte egészen bizonyos hát benne és a megnyugváshoz. Mit csinálta bennem a lelket? Megmondom. Viszont a férfi ember már csak olyan, hogy a egyedül lét után azért vágyik a jó szóra, az érintésre. Igen, de azért én a Listről rengeteget kaptam, úgyhogy ilyen szempontból csak azért nem akar, ugye tudtam, hogyha, de véletlen volt az egész egyébként, az azért van, hogy véletlenek sorozata is közben játszott az életemben. Kossuthzsában volt dolgom. Ő ott tanított, véletlenül találkoztunk, nem akarom most hosszúra nyújtani, lényeg az, hogy ismerettségből
barátság a barátságból közelebbi kapcsolat, megértés és szeretet lett, és a végén házasság. Úgyhogy őt 83-ban ismertem meg, és 84 áprilisában esküdtünk meg. Mert Zsuzsi meg meghalt 80-ban. Tehát ez azért nekem nagyon nagy segítség volt gyakorlatilag. Mindenképpen először is, most már együtt élünk, most volt 33 éve, hogy volt az esküdtünk. Tehát 33 éve élünk együtt, összerázottunk, szeretetben élünk, tényleg azt tudom mondani, hogy zavartalanul is, és nagy egyetértésbe, és szeretetbe telnek a nyugdíjas. Jézusnyi idő. Tessék? Jézusnyi idő. 33 esztendő. És azóta most ezt nem akarom most külön hangsúlyozni, de rengeteg ugye együtt mentünk, utána már kiándulni. Ricsivel együtt töltöttük a nyarakat, utána tanárnő volt, és később olyan mondjam, részben szerencsének, hogy ő magyar-orosz szakos volt, az orosz szakos, az orosz tantárgya az elég ilyen. Magyarnak viszont használt vették, az iskolában volt egy 30 ezer fős könyvtár, az angol kisasszonyok tulajdonképpen ez az utódiskolája volt. És az egész könyvtárt, mindent ez az iskola örökölte. És a könyvtárnak az igazgató meg visszavezetésre, hogy nagy tanárt le kell tenni egy könyvtár szakos szakvizsgát, és ő lett a nagy könyvtárnak a vezetője. Volt mellette egy segítőtársa, aki így ketten nagyszerűen el voltak, és nagyon jó helye volt, senki, nem tudom, csak aki ismeri a tanári, egy könyvtári dolgot, az tudja, hogy könnyebb volt egy könyvtár vezetése, mint az iskolában a gyerekekkel néha a foglalkozás. És jól érezte magát, úgyhogy Fehérvárról járt be, és de a nyarai szüdei mindig szabadok voltak. És így ugye elérkeztünk tulajdonképpen a 87 őszéhez. 87 őszén megkest engem az alahos értékes osztályvezetője, Varga Lajos, és megkezdtem, nem volna kedve dolgozni még. Akarnak egy területi képviselőt itt Fejér megyébe, hallottak rólam, és szívesen alkalmaznak. Megbeszéltem, gondoltam magammal megpróbálom, hát itthon nőjek, annak nem sok érve, hogy vége volt a nyárnak, a balatoni szezonnak, a feleségem járt dolgozni, Ricsi járt a gimnáziumba, hát egyedül ne felőslek itthon lennem, megbeszéltem, az irodám lehet a lakásomba, azért még kaptam egy kis bérleti díjat is, meg anyagi, meg tudtunk egyezni. Úgyhogy elkezdtem az alusi tevékenységemet. Én még ugyan hentes árval külön így nem foglalkoztam, de hát árusismeretről ismerem az egész hentes árut, mert hiszen elég soká foglalkoztam is vele. Fölmértem a lehetőséget, akkor hetenként egyszer jöttek kocsival ide Fehérvárra, én aztán végigjártam az üzleteket, Százhalombattától Dunajvárosig, Fehérvártól egész környéket, a tóparti. Szóval nem akarom különösebben részletezni, kaptam egy olyan telefont, amin fax is volt, és azt tapasztaltam, ha én jól megszervezem, hogy könnyen rendelhetnek, és egy folyamatos rendelés biztosító, és folyamatos szállítást az üzletekbe, ugye hentes állna mindig fontos, hogy friss legyen, nehogy több napos árt kellene árulni, és ezt én meg tudom csinálni, akkor nyert ügyem van. Tessék elképzelni, az lett belőle egy fél év múlva, hogy teljesen szabad kezet kaptam, naponta jött egy 5 tonnás kocsi már Fehér megyébe, később nem volt elég az egy tonnás, egy külön 5 tonnásra még Dolgyvárosba külön is kellett egy kocsi arra a részre. Megbeszéltem a nagyon rendes, még ezt el kell, hogy mondjam, amikor elmentem hozzájuk, még ez volt 88-87 őszén, decemberébe, talán vagy novemberébe, hát mi egy más világba csöppentem volna. Hát nem lehetett összehasonlítani Fejér megyei vendéglátónak a légkörével. Egy sokkal szabadabb légkörben lehetett dolgozni. Egyetlen cél volt, hogy az üzletem, hogy menjen, tehát a gazdasági
munka, ha valaki a munkáját jól elvégezte, azt se kérdezték, pártag vagyok, nem vagyok pártag. Gyakorlatilag jó helyre kerültem. Lám, ha valaki tudja, mit akar, akkor működik ez belső utasítások nélkül is. Hát, és dr. Javasics József lett a főnököm, ő volt a, ennek a részlegnek az igazgató helyettese, hát vele baráti kapcsolatba kerültem, úgyhogy én teljes szabad kezet kaptam. Mikor jóvá, hentes árut, hol tartok árubemutatókat, melyik helyen adok engedményeket, tessék elképzelni. Engedmények, én adtam, hogy melyik üzletben, mikor tartunk bemutatót, mikor lesz engedmény. Én úgy jártam be az üzletekben, nyugodtan, ezt megbeszéltem még most, hogy Veszprém megyét is odaadták nekem, úgyhogy Veszprém megyébe is, Fejér megyébe, én voltam a Zalósnak a területi képviselő, akkor már naponta 3 kocsi jött. Amikor elkezdtem, 1 kocsi jött egy héten. Itt még naponta 3 kocsi hoztam az árut. Tehát Veszprém megyébe is, Fehérváros, Dunaújvárosba is, egész 100 halombat tájig terítettünk. Üzleteket rendszeresen jártam, én havonta, hogy 3-3500 kilométert tettem meg, hogy ami csak a, akkor nem, munka nem volt, nem dolgoztam, akkor csak mentem az üzletekbe. A munka még ott kezdődött. És azért gondoltam magam, hogy megismerkedtem a panelakónak, a panelakot, tudja mi, ugye, szeszipari vállalat, a panelakónak a vezetőivel, egyébként Sopron Jóskának az épít a megyei építőipari vállalatnak, nem az országos, mint a kis Jóska volt a nagy építővállalatnak az igazgatója, a Sopron Jóska meg csak a megyeié. És az ő fia volt a panelakónak a vezető, hát jól ismertem őt is, úgyhogy megbízott, fölvett, ott is kaptam megbízást, meg még a helyhonnál is, hely ott is. Aztán mellette volt még egy alföldi váltal, meg mustár, meg hipót is árultam, úgyhogy egy, a fiam első ajándék egy komoly haptatás volt, mert nylon szatyorba hordtam a megrendelőket, és ahol mentem üzletbe, ugye vettem fel rendelést, hát ennyit már nem lehetett bírni, hogy meg volt a faxom, a gépkocsinevetőnek is leosztották a rendelést, én hozzám reggel 5:30-tól este 9-ig lehetett telefonálni a lakásomra, otthon voltam, hát felvettem a telefont, és ha meg taxot küldeni, azt is tudtak. Úgyhogy ha az üzletvezető látta, nagyobb üzletnél, hogy este 7 órakor zárásért, hogy áll a hentes áru készlete, vagy faxon, vagy telefonon bemondta, hogy holnap délelőtre mit kér. Az másnap 10-11-re ott volt nála az áru, tessék képzelni, Zalából. Mert én azt reggel 6 órakor leadtam, az aznapi kocsira rátették, és ugye 2-3 kocsi jött naponta. Így a, hát így meg volt oldva a folyamatos ellátás, hát nagyon megvoltak a munkám, már egyedbe ezt kell mondanom. Úgyhogy csináltam ezt 10 évig, akkor már 72 éves voltam, közben majd szó lesz még a privatizációról, a, ugye a kárpótlási jegyeknek a felhasználásáról. Hát szóval ezzel így vége értem, tehát 78-ig csináltam. A végén azt tudom mondani, amikor az igazgatóhoz bementem, kaptam tőle egy herendi órát, pezsgőt bontott, 30 évig dolgoztam a vendéglátó, a pezsgőtől a központban semmi, kész. Kiküldték a fizetést a fejezetést. És akkor nem beszélve, még a könyvben le is van, kaptam még egy emléklapot, meg egy 100 hendre készletet, étkészletet ajándékba, már fel, és meg összehívták az, össze, az ország összes területi képviselőit az egész országból, és egy bált rendeztek szinte búcsúztatásomra. Hát szóval, még nem fejeztem, amíg tessék képzelni, akkor abba hagytam munkát áprilisba, és küldték a fizetésemet augusztus végéig. Alapfizetés csak, de azt küldték. Akkor aztán feljött a humán igazgató, hát így sem, ha nem akarsz dolgozni tovább, akkor most már tényleg számoljunk le. És akkor számoltak el vele, akkor számoltam le. Hát ez a különbség volt a két vállalat között.